Köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és egy újabb vadis videót hoztam el nektek. És ez nem akármilyen videó, és el fogjuk kezdeni a francia ligát, a League One-t. Hát ez egy csodás pillanat lesz, gyerekek. Kicsit lejjebb is mutassa így a kamerát. Így tökéletes is. Bocsánat, itt még itt állítgatok. Szerintem így, és akkor New Champion. És akkor melyik csapattal legyünk, ugye ez itt a kérdés. Bordeaux, Brest, Dijon, Lille, Dossimennel, Bambával, Vár, Rémi, André. Lyonnal lehet lenni. Szerint Benedetto, Tövün, German, Pajé. Monaco, igen, ezen gondolkozok, hogy a Monaco legyen el. Nice. Vagy a PSG. Lehet Kamavingával lenni? Nem lehet. Itt a Bordeauxban ki kellett lenni. Jó, szerintem leszek a PSG-vel. Verratti-val, Icardi-val, Pablo Sarabia-val. Persze, ó, hát itt rengeteg mindennek kivel lehet lenni, és szerintem Mbappéval leszek majd. Es meccsünk a Nîmes Olympique ellen. Bocsát, lejjebb veszem a hangerőt. Ezt nem hiszem, hogyha pont bepattan. Ezt nem hiszem el. Viszont ez egy óriási gól volt. Léci, menjen be! Nem megy be. 2-1. Egy ligát most már szeretnék megnyerni is. Örülnék, hogy ez lenne az. Jó. 3-1. És mindjárt vége is. Azt szerintem, hogy még bement volna nekem, de mindegy. Golvi listán pedig ott vagyunk a második helyen. Összes kitérben pedig a harmadik helyen állunk. És rögtön jön a meccsünk a Rennes ellen. Egy jó csapat. Vártos, honnan látjátok a nevüket. Bocsánat. Elnézést itt a zavarásért. Na, és kicsit meg kell igazítsam. Közben csönög a telefon, stb. Na, így jó is lesz, talán így látjátok. Mondjuk azt, hogy mennyi van hátra a meccsből, azt nem nagyon. Hát nem tudom, mi van most itt ez az állványa, a gyerekek. Így jó szemtem amúgy. Jó, most bocsi, hogy így lesz most ez a meccs, csak nem tudom úgy beállítani, miközben megy a meccs. És most nem akarom itt elrontani a meccset. Mindjárt be lesz állítva jobban. Csak be ne menjen az én kapumba. Agybajt kaptam volna, hogy ez bemegy. Léci! Nem megy be, és ráadásul neki meg megadja! Jó, bocsánat, srácok, hogy itt nem láttatok sok mindent. Várjatok, most itt egy kicsit bénázás megy. Na, így
így van benne teljesen minden. Hát most ugye 9-ek vagyunk, bocsánat, itt amúgy igazából itt sok minden közbélet, és amiatt kaptunk ki. A következő ellenfél a Toulouse, akik idén nagyon megbénult úgy csapat lettek, úgymond. Elég bénák lettek. Egy null. Légy szülényen be? Ne, pont nem megy be. Jó, 2-0. Három null is megvan. Légy szülényen, ez is menjen be. Megvan a 4-0 is. Null, az egy elég jó eredmény, és az ötödik helyre elég. De ez még csak a negyedik forduló, és hát a harmadik forduló volt, és most a negyedik forduló megint csak egy nem valami erős csapat a Metsz ellen. Ó, befejelték. Kettő, egy. Három, egy. Sokadtuk így az elején a gyengébb csapatokat. De aztán, amikor egy fontos lesz a sok győzelem meg ezek, akkor meg majd jönnek a nehezebb csapatok. Lefújják, négy, egy. Második állunk, és aki, hát aki egy nagyobb belefél volt, az a Ren, őtőle kaptunk ki a szempont, ők a tizedik, de biztos, hogy a pont, hogy ők az elsők a 10 ponttal. Strasbourg ellen, hát az megint csak megkapunk egy gyenge csapatot, és a Ren pedig amúgy a Brest ellen, úgyhogy mindketten könnyű csapatokat kaptunk. Ah, ezt elrontottam. Pedig az ilyeneket helyzeteket be szoktam fejelni. Jó, 1-0. Betoltuk a labdát. Jó, 2-1, de ezzel beszempontból teljesen mindegy. Átvettük a vezetést, ez az. És a Lyon jönnek most ugye nehezebb ellenfelek. Lyon. Következik. Aki amúgy a jelenleg a tabella 19. helyen foglalja el, úgyhogy hát lehet, hogy túl kiabáltó azt egy erős. De hát a valóságban erősnek számító csapat. Az Olympique Lyon. 2-0. Corné, hát fejeld ide a labdát. Úgy van, fejeld a saját kapudba, az nekünk még jobb. Dembélé, te is rukatod ide akár. Nem, te nem akarsz szengolt rúgni. Nem, te rendes gólt akartál sajnos rúgni. Amit amúgy az én öngólomnak számított.
Amiért nem fókuszál a gyerekek. Na, most végre fókuszált. Jön a Reims. Na, ők viszont egész erős. Hát ahol ők már valóságban nem erősek, de most itt igen. Egy pontra vannak, csak lemarad a tőlünk, úgyhogy ez oda kell most figyelni ellenük. És már vezetésre is állnak, sajnos. 1-1. Sajnos nem számít az, hogy most a legerősebb csapattal vagyunk a bajnokságban. Azt számít, hogy én hogy játszom. Sajnos kivédekezte. Nem örülnék neki, hogyha 1-1 lenne, de igaz lenne a jobbik eset. Mint hogyha kikapnánk. De ez egyszerűen neki semmi nem pattan be a kapujába. Ez kezd idegesíteni. Jó, hát ez most srácok, ez most 1-1 lett. Volt elég szoros itt az első 4. Hát a golivistát simán vezetjük, úgyhogy nem kell félni. Mennyire mázli volt, mert nem gurult éppen be. Ez már szerencsé volt megint csak, hogy nem ment be. Hát azért nagyon gáz lenne kikapni. Vagyis hát döntetlenezni is. Aztán szóval csak döntetlenül fogunk tudni. 0-0-ás meccsünk sajnos szokott lenni. De hát egyszerűen minden kell lennie. 17 pont! De szoros! Az első helyen döntetlen Rennel és a Lille-el vagyunk az első helyen. Hú, de szoros. Hát nem veszélyes itt a golista, ha ránk nézel. Jó. Megvan az 1-0. Kettő null is megvan. Fölé ment. Ezt láttam én is. És bepattan róla. 3-0. Vége is van. 20-20 pontunk van, mert a Lille is nyert. És megint csak egy nehezebb mérkőzéssel elé állunk a Nice ellen. Hát abban a szempontból nehezebb, hogy nem ebben a bajnokságban veszélyes ránk a Nice, de csapatként meg amúgy jó csapat és veszélyes lehet akár ránk. 1-0 ide. Jó, ne kérdezzétek, hogy mert van ott az a vonal, amikor gólt lő, és ilyen feketesség van. Kettőn, nézzétek meg ilyen. Ez egy ilyen átló, úgymond. A bal felsőből a jobb alsóba. Nem tudjön, nem tudom, mitől van. Nézzétek meg így keresztbe. Van valami, mint hogy egy hajszál lenne. De biztos, hogy nem az, miért valaki megkérdezi.
gyönyörű gólok tömkelege. Szép lett volna, ha az bemegy onnan. Vége, 4-0. És ott van az első hely, megint egyedül vagyunk. Az első helyen ez remek. A Lilli sem vált most tőlünk. Igen, megint csak egy nehezebbnek mondható meccs. A Marseille ellen. Na, vigyázzunk azért, nem olyan gyenge csapat ez. Egy null. Na, pályáját mit tud csinálni? Nézzétek meg mindenképpen az előző Dvadis videót, ahol a Mainz-zal fejeztük be a befejező rész. Kiderül, hogy hányadik helyen zártuk, és esik el a dobogó. Amúgy elég izgalmas végjáték volt ott is. Úgy, mint a Dvadis a Chelsea-vel, de hát amikor a bácsulaival voltunk. 26 ponttal megint csak megyünk. De a Lille egy jobban jön fel ránk, úgyhogy ügyeljünk el vele. De Tavares mit tudsz csinálni a Dijonnal? Reméljük, hogy nem tud győzelemre vezetni. Na mondjuk, hogyha itt öngolokat fejelgettek, úgy könnyű dolga lesz. Végre aztán itt játszott a Skiri. De ezt nem hiszem el! És ha most a Lille nyer, akkor elveszítjük az elsőinket. Ami nem lenne jó. Létsz, menjen be! Ne, hogy nem megy be! Sassar! Nem megy! Ezt nem hiszem el! 3-1. És ahogy mondtam, a Lille megnyert. 25-26. És jön a meccs a Brest ellen. Ez egy új csel, úgymond. Egy szönyöbe. Nem hiszem el, miért emelek ekkorákat amúgy? Meg be is jövök rekedve. Léci, ne menjen felé. Jó, 1-0. Ezt már csak tartani kell, gyerekek. Na, hogy bemenjen. 2-0. Nem tudom, hogy miért vagyok belekedve, pedig nem kiabáltam. Maxa döntőben. Nézzétek meg mindenképp amúgy a döntőjét is. A Lille Atalanta döntőt. Hogyha még nem láttátok volna, hogyha meg igen, akkor pedig most elárulom az eredményt, úgyhogy aki nem látta, az még most kattintson oda arra a videóra, mert most el fogom mondani ki szépen az eredményt. A Lille nyert ugye 4-2-re. Na és most pont a Lille ellen játszunk, akik egy pont előttünk vannak, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni erre a mérkőzésre. Itt most nyernünk kell. Ezen a Dijonos meccsen most kiakadtam egy kicsit. Tehát a videóban úgy jött át, hogy nem is kicsit. De miért emellem mindig fölé? Engem ez is sosem nagyon idegesít, mert ez eddig ez a taktika, ez mindig bevált, és most valamiért nem. Egy null.
Nem szabad itt még örülni. Simán vissza tudja hozni a Lil. De azért most már 2-0, most már lassan nem fogja tudni. Különös, hogy itt játszik ma. Ne! Ma nem elhülyéskedtünk a végét. De szerencsére nem, úgyhogy megvan a győzelem. És vele járó első hely. És hát akkor ennyi is lett volna az a kis elkezdtük videó. Talán az egyik leghosszabb vadis videó, ami eddig volt. Úgyhogy köszönöm, hogy ennyi meccset megnéztetek. 14 meccs is belefért ebbe a videóba. Úgyhogy lájkoljátok, hogyha tetszett a videó, és iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Én Milán Gameplay voltam. Na, sziasztok!